Nekem ebből a hétből talán azt hiányzik a legjobban, amit a kollégáimmal is beszélgettünk, és így mindannyiunknak hiányzik, hogy mi ugye egész évben azért dolgozunk 358 napot, hogy hét olyan nap legyen, amikor látjuk azt, hogy több tízezer ember itt jól érzi magát, boldog. Nem volt teljes a program, amikor lemondásra került a fesztivál, de azért egy jó része már megvolt a fellépőknek. Legalábbis terv szinten, meg tárgyalás szinten, meg le is bukkoltunk rengeteg fellépőt már. Tehát milliárd fölötti tétel volt már kint előlegben fellépőknél. Az a szerencsénk, hogy mi egy olyan fesztivál csoportba tartozunk a befektetőnk által, amiben 33-35 fesztivál van benne. Úgyhogy elég sok nemzetközi benchmarkot látunk. A német fesztiválok egyértelműen szerencsésebbek a mi csoportunkon belül, mert ott a biztosítási formulák azok tartalmazták a világjárvány esetét, és ezáltal gyakorlatilag ők biztosítva voltak erre az esetre. Nagyon sok országban a kormányzati lépések kimondottan segítik a szervezőket. Tehát nem, most nem akarok cinikus lenni, de nem 700 millió forinton kell marakodni, vagy gondolkodni, hogy annak a mekkora része eshet ránk, vagy nem eshet ránk, hanem szakmai egyeztetések vannak, párbeszéd van, és megoldások vannak. Tehát most egy legeklatánsabb példa, hogy Angliában gyakorlatilag a relatív hosszú szakmai egyeztetést követően, de nagyon gyorsan döntöttek arról, hogy 5%-ra csökkentik a kulturális áfát. Most bejelentésre került 700 millió forint, ami most két felől tudok közelíteni, hogyha szétoszlik annyi fesztivál között, akinek szüksége van segítségre. Mennyi körülbelül? Hát szerintem ez alsó hangon 50 és 100 közötti fesztivál szerintem, akinek szüksége lehet segítségre. Tehát ha ez ennyi felé szétoszlik, akkor az, ami egy fesztiválra jut, az nagyon-nagyon kevés lesz. Hogyha pedig máshonnan közelítek, akkor azt mondom, hogy az én javaslataim között szerepelhet, hogy a működési költségek, ez a rezsi, tehát az, hogy azok a cégek, akik fesztivált szerveznek, azok eljussanak 2021-ig, és ezeknek az 50%-át, ha nézem, akkor ez az összeg, ez, és most nem álljuk el nagy üzleti titkot ezzel, ez körülbelül a Szigetnek lenne elég, a Sziget cégcsoportnak lenne elég ahhoz, hogy 50%-ban fedezze a működési költségeinket. Hogy én azt gondolom, hogy a fesztivál szervezőknek is kell legyen egy vállalásuk a jövőre nézve, és az államnak ehhez segítséget kell nyújtania. Például az egyik vállalás az, bármi profánon is hangzik, hogy én mindent meg fogok tenni azért, hogy a Magyarországra látogató turisták számát az a magunk kontribúciával 100-120 ezer fővel 2021-ben is újra növeljen. Tehát itt azért látható, hogy a turizmus úgy, ahogy van összeomlott, mi egy nagyot tudunk dobni ezen. Tehát mi kétszer annyi turistát vonzunk, mint a Forma 1. Tehát, hogyha én be tudom azt vállalni, hogy mondjuk egy nemzetközi marketing kampányt fogok szervezni, egyébként nyilván a Sziget örvén, de ezzel Magyarországot hirdetem, már pedig ezt meg fogom tenni a következő szezonra, akkor azt gondolom, hogy ez már egy közös ügy lehet, ami mellé nyugodtan odaállhat az állam. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Minden magyar állampolgár profitál abból, hogy Magyarországon egy ilyen hihetetlen gazdag fesztivál szakma van. Nem csak az, aki fesztiválra jár, hanem tényleg mindenki. Tehát Magyar Fesztivál Szövetség számításai szerint egyébként a Sziget csoport nélkül 80 milliárdos kontribúciót jelent az államnak az, hogy a fesztiválok működnek. Tehát egy jó évben ez a Szigettel együtt bőven 100 milliárd fölötti nagyságrend, amit az állam ebből hasznot húz, hogy így mondjam. De ezt még egyszer mondom, ezt örömmel adjuk. Tehát, hogy ez, mi akkor örülünk, ha ezt tudjuk teljesíteni.
Mi most úgy tervezünk, hogy 21-ben lesz fesztivál szezon, és ez nagyon-nagyon hiányzik. Tehát az a fajta eufória, vagy adrenalin, vagy nem is tudom onnan közelítsem, amikor zajlik a fesztivál. Nekem nem, általában nem az egyes koncertek jelentik az élményt a fesztivál alatt, hanem az, hogy itt egy olyan európai get together van, egy olyan hihetetlen atmoszféra, ami szerintem egyik másik európai fesztiválon sincsen, ez borzasztóan hiányzik, ez az öröm, meg ez amit visszaad ez az energia.